Ezt nevezhetjük arszpoétikának is. Az a címe, hogy négy dolog. Megpendítek egy húrt, meghúzok egy ceruzavonalat. Leírok egy szót, kimondok egy mondatot. Jó ideje, minden nap megteszem ezt a négy dolgot. Amíg megteltem, addig szabad vagyok. Szemlélődő magány, mérhetetlen kíváncsiság, bensőséges csend, elmélyült fegyelem. Ezek szükségeltetnek leginkább. No, meg minden megelőző nap tudása, és mersz mindenek fölött. Hogy minden pont akkor pont úgy történjék, ahogyan kell. A húr eléggé feszes legyen, a ceruzahegy megfelelően kihegyezett, a szó kifejező, a mondat végletekig kifinomult. És a dolgok egyszer csak művé lesznek. Zene lesz, ház lesz, vers lesz, tanítás lesz. Aztán egyszer csak akad valaki, aki meghallja, akad valaki, aki bemegy, akad valaki, aki elolvassa, akad valaki, aki megérti. És ezek a valakik hirtelen, legelőször, akár csak én hajdanán, megpendítenek egy húrt, meghúznak egy ceruzavonalat, leírnak egy szót, kimondanak egy mondatot. Csak hagyni kell, hogy mindez megtörténjék. Csendben, pisszenés nélkül figyelni.